Rendkívül rosszul, balszerencsésen kezdte a 2013-2014-es szezont a Falkó KC élvonalbeli kosárcsapata. A szombathelyiek úgy kaptak ki zsinórban négyszer is, hogy két esetben csak hosszabbításban maradtak alul. A gyenge rajt ellenére nincs pánik hangulat a sárga feketéknél, most is a győzelem reményében utaznak Pécsre. Nem hiszem, hogy a csapat összességében a vereségeken kívül rossz teljesítményt nyújtott. A meccsek nagy részében jól tudtunk játszani, sajnos a végén nem a mi akaratunk érvényesült, ezen próbálunk javítani, és nagyon sokat beszélünk, elemzünk, és nagyon keményen edzünk. Nincsen rossz hangulat egyáltalán, inkább nagy akarás van és fogadkozás van, hogy most Pécsen nyerni fogunk. A pécsi gárda eddig egy győzelem mellett háromszor is vereséget szenvedett. Ennek ellenére hazai pályán a meccsek aljaiak minden gárda számára komoly kihívást jelentenek. Nyilván nyerni megyünk Pécsre. Nagyon nem lesz egyszerű, hiszen igazából talán azt mondom, két hasonló képességű csapat, két hasonló múlttal, ha négy meccset nézem, annak ellenére, hogy ők egyet nyertek, ugye ők is szoros meccset vesztettek el, kettőt is, tehát igazából, és szoros meccsen kaptak ki még Sopronban is. Tehát lehet, hogy ez a három egyező erejüket sem mutatja megfelelőképpen, ettől függetlenül nekünk nincs igazából hova hátrálni, tehát meg kell kezdenünk a felzárkózást, és nyernünk kell Pécsen. A vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzésen Bobán Tomics valószínűleg pályára tud lépni, mivel szépen javul sérülése. Ugyanakkor a térdműtéten átesett Váradi Benedek előreláthatólag csak jövő januárban lesz bevethető.